Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Akár 200 fő befogadására is alkalmas munkásszállót adtak át Nyíregyházán. Ezzel is foglalkozunk mai műsorunkban, előtte nézzük a teljes kínálatot. Nyári gyermekétkeztetés. Idén is biztosítják az önkormányzatok az ellátást. Helyben Nyíregyházán a fiatalok megtartása a célja a városvezetésnek. Munkásszálló épült, 50 szobás létesítmény a vármegye székhelyen. Idén is biztosítják a vármegyei önkormányzatok a nyári időszakban a gyermekétkeztetést. Azok kaphatják az ellátást, akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetben élnek, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Fontos, hogy az ebédet igényelni kell, nem alanyi jogon jár. A szolgáltatók azt is kérik a jogosultaktól, hogy azokon a napokon, amikor nem tudják átvenni az ételt, mert elutaznak, előre mondják azt le. Előre csomagolt dobozokban vihetik el a szülők a nyári időszakban a melegebédet. A vakáció alatt is biztosítják az önkormányzatok az étkeztetést azoknak, akik szociálisan rászorultak, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak és igényelték azt. A 700 lelkes balsán is biztosítják a nyári gyermekétkeztetést. Itt az önkormányzat saját konyháján főzik az ebédet a rászorulóknak. Minden évben, én azt gondolom, hogy már több mint egy évtizede a szociális gyermekétkeztetést mindenképpen megoldjuk Balsán. A konyhánk, a Balsai Önkormányzat konyhája az éven is egy 23 gyermeknek egy közel 55 napig biztosítja a szociális étkeztetést, meleg étkeztetés formájában. Kálóseményben is biztosítja az önkormányzat a nyári időszakban a gyermekeknek a meleg ebédet. Évente nagyságrendileg 45 fiatalt étkeztetnek. Az önkormányzatunk az elmúlt évek folyamán folyamatosan részt vett a nyári szünidei gyermekétkeztetésben. Nagyságrendileg 45 gyermeknek a szünidei étkeztetését viseli az önkormányzat a kormányzati támogatás igénybevételével. Emellett azon gyermekek, akik nyári táborba vesznek részt a településen, folyamatosan lesznek ilyenek, azok is természetesen kapnak étkeztetést, napi háromszor étkeztetést. Máté Szalkán az Esze Tamás gimnáziumba várják azokat, akik jogosultak és igényelték az ellátást. A város jegyzője arra hívta fel a figyelmet, hogyha a jogosultak egy-egy napra nem kérik az ebédet, azt előre jelezzék. Önkormányzatunk már évek óta a lehető leghosszabb időszakra vállalja. Most ebben az évben ez június 17-től augusztus 31 napjáig tartó időszak, tehát a nyári szünet teljes tartamára az napi egy meleg ebéd biztosítását a Máté Szalkai lakóhelyen rendelkező halmozottan hátrányos, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben megállapított hátrányos helyzetű gyermekek részére. Nagyon fontos az, hogy ezt az ellátást ezt igényelni kell a szülőnek vagy törvényes képviselőnek. Korábbi években kialakult gyakorlaton idén sem változtattunk. A szünidei étkeztetést a szociális intézményen keresztül lehet igényelni, ő bonyolítja ezt le, hiszen ez egy szociális ellátás. És az ebéd minden nap 11 és 12.30 között a már korábbi évek alapján is szokásos helyszínen a gimnázium, az Esze Tamás gimnázium konyhájában vehető át. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogyha az arra rászorult és jogosult még eddig nem kérte, ezt tegye meg, illetve az ellátásban, amikor meghatározza, hogy mennyi időszakra kéri, hogyha valamely nap nem tudja, vagy nem akarja igénybe venni az ellátást, akkor az ebéd lemondására azon napot megelőző nap 11 órájáig kell, hogy a intézménynél jelezze. A ellátás igénybevételével kapcsolatosan a Máté Szalka Televízió képújságjában, városi honlapon, város Facebook oldalán, illetve a városban megjelenő valamennyi újságban a szükséges és részletes tájékoztatást megtettük, ezeket természetesen ismételjük is, úgyhogy én nagyon javaslom, hogy abban a részletes információk szerint minél nagyobb létszámban vegyék igénybe ezt az ellátást, hiszen fontos az, hogy meleg ebédet,
minden arra rászoruló gyermek részére biztosítsa. Önkormányzatunk, és ez célunk is, hogy a nyári szünidő időszakában minden gyermek számára ez az ellátás, az arra rászorult gyermek számára biztosításra kerüljön. Nyíregyházán nem átvételi pontokon várják a családokat, hanem házhoz viszik az ebédet. A megyeszékhelyen 570 ilyen gyermek él, de csak 430-an kérték a szolgáltatást. Fontos az a szabály, hogy a bölcsődébe és az óvodába akkor az intézmény zárva tart, tehát ha nyitóan, akkor az a cél, hogy a gyerekek részt vegyenek az ellátásba, és ott étkeznek. Az zárvatartás ide alatt tudjuk biztosítani az étkeztetés a számukra. Az iskolásoknál más a helyzet, hiszen ott van egy előre meghirdetett nyári szünet, amely július 18-án, 19-én kezdődik, és augusztus 30-ig tart. Ezen időszak alatt van 43 munkanap, és minden munkanapon részesülnek a jogosultak a nyári étkeztetésre. Mégpedig úgy, hogy délelőtt 10 óra és 14 óra között házhoz szállítással egy tál meleg lefóliázott ételt higiénikus körülmények között jutatunk ki részükre. Ezt azért tartjuk fontosnak, nem kötelező elem, hogy házhoz szállítsuk, hogy ne legyen az a hozzáférés akadálya, hogy a kiosztó pontokra el kell menni, és akkor az macer, hogy odautazok, visszautazok, és akkor lehet, hogy sokan emiatt nem igényelnék. Mit is jelent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény? Ez a család anyagi állapotához igazított kedvezmény, amelyet jegyzőtől kell kérni. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy jogosult lenne, de nem tartozik ebbe a kategóriába, akkor kezdeményezni kell a jegyzőnél, és most a nyári időszakban azért igyekszünk gyorsan elbírálni, 2-3 hét alatt ezt megkapja. Ez többfajta kedvezményre jogosítja a családjukat, tehát ezt érdemes végig gondolni, és érdemes igényelni az, ki erre jogosult. Nagyon fontos az, hogyha valaki jogosult és nem igényelte az étkezést, mert ezt jelezni kell előtte, hogy annyi adagot főzessünk le, ahány igény van, ez természetes, akkor mindig megteheti nyáron is. A Család és Gyermekültő Központban jelzi a Körte utcán, hogy én jogosult vagyok, nem kapom, de most már kérem. Ennek a fordítotja, hogyha valaki elmegy nyaralni, vagy van valami más elfoglaltsága, de már nem kéri, akkor kérjük azt, hogy 3 nap előtte mondja le. És hát most jelenleg Nyíregyházán olyan 570 fő gyermek az, aki jogosult lenne rá, 430-an kérték. És ez azt gondoljuk, hogy aki jogosult, az kérje, és ezúttal is bátorítom a családokat, hogy a gyermekültő központunkba jelezni kell, hogy én jogosult vagyok, és szeretném én is kapni, hiszen azért a családnak nagyon nagy segítség 43 napig, akár 1-2-3 gyerekre, az a egy tál meleg étel, ami tartalmas, és azt gondolom, hogy nagyon sokat segít a gyerekeknek is, meg a családnak is. A nyári szünet június 17-én szombaton kezdődött, és hivatalosan augusztus 31-éig csütörtökig tart. A jogosultak eddig az időpontig kaphatják minden hétköznap az ellátást. Az elmúlt hetekben több alkalommal is foglalkoztunk a Vármegyei Önkormányzat partnerségében megrendezett Helyben vagy rendben című programmal. A fiatalok megtartása és visszacsábítása Nyíregyháza önkormányzatának is fontos célkitűzése. A Vármegyeszékhely ifjúságpolitikai stratégiájának részleteiről Kerecsen József kérdezte Ulrich Attila alpolgármestert. Alpolgármester úr, ugye Nyíregyháza számára is fontos, hogy helyben tartsa a fiatalokat. Mi a hosszú távú cél ezzel kapcsolatban, illetve milyen stratégiai területei vannak ennek a törekvésnek? Hát nyilvánvaló az, hogy ugye egy egészséges társadalom a fiatalok nélkül nem működik, hiszen a fiatalok egyszer felnőnek és megöregszenek, és lesznek utódaik, tehát ez, amit az emberiség kitalálódott, és tudjuk, hogy létezünk azóta, a generációváltások mind így mentek. És a mai igencsak erősen változó korban azt gondolom, hogy nincsen olyan település vagy város a megtartó erő szempontjából és a jövő szempontjából is, ahol a fiatalság nem szeret megtelepedni, nagy számban nem él, nem érzi magáénak azt a települést, ahol éppen lakik. Meg kell nézni a folyamatokat, amelyek a rendszerváltás után beindultak Magyarországon csak, de egyébként nem csak ránk jellemző ez, hanem egész Közép-Európára, sőt, szerintem általában jellemző Európára is ez a tendencia, hogy a falvakból ugye nagyobb agglomerációba költöznek. Majd a nagy szabadságnak a megnyílásával és ezzel a digitális korral
ahol igazából nincsenek határok, azoknak csak a tehetség, a lehetőség és a vágyak szabhatnak igazából korlátot. A fiatalok azok nyilvánvalóan új lehetőségeket keresnek, már mobilisabbak, mint a felnőttek. A város számára így kiemelten fontos az, hogy egy stabil, olyan fiatal, munkaképes, szórakozni vágyó réteg legyen a városban, aki magáénak is érzi a város, szeret itt lakni, olyan lehetőségeik vannak, amelyek azt mondatják velük, hogy ha még el is mennek, és szerencsét próbálnak a világban, mert miért ne tennék meg, akkor ide, hogyha úgy gondolják, akkor érdemes visszatérni. Ha már ugye ez szóba jött, ez a visszatérés, milyen lehetőségeket kínálnak a visszatérni vágyó, vagy akár visszatérő fiatalok? Ugye mi nagyon régen foglalkozunk már ezzel a kérdéssel. Ugye 2015-ben létrehoztuk az ifjúsági kerekasztalt, kb. 28 civil szervezettel, és több kutatást is végeztek már a szakemberek arra vonatkozóan, hogy mik lehetnek azok a stratégiák, amelyek itt tartják a fiatalokat. Ugye van egy jó működő mustárház, aki nemzetközi projekten keresztül is hozzaviszi a fiatalokat, mutat nekik lehetőségeket, láthatják a gyerekek, hogy mi van a különböző országokban, de a külföldiek is az, hogy mi van. Azt hiszem, hogy tavaly fejeződött be egy Talent Magnet nevezetű projektünk, amelynek szintén ez egy nagy nemzetközi projekt, amelyben Nyíregyháza is részt vett. Az ott lévő igen sok európai városnak az volt a célja, hogy egymástól is tanulva, egymást segítve alakítson ki olyan koncepciót, amely a városban a fiataloknak, illetve a fiatal munkaerőnek a megtartására irányul. Na most egymástól függetlenül itt az egyetemeknek a kutatása és ez a nagy nemzetközi projektnek a kutatása, és nyilván azt mondják, ami a mai világban azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű is, ha az ember józan észre gondolkodik, az, hogy kell egy stabil munkahely mindenkinek. A fiataloknak meg legfőképpen, mert kijönnek középiskolából, egyetemből, nekik valamiből meg kell teremteniük egy olyan anyagi biztonságot, amely azért nem olyan egyszerű, hogyha a szülői segítség az csak korlátozott. A munkahely mellett kell stabil lakhatás. Ugye az önkormányzat egy jó pár éve a fészekrakóknak 450-650 ezer forintig tud támogatást nyújtani, aki először itt Nyíregyházán letelepszik, vagy először vásárol lakást. De nem csak ez a két dolog fontos, nyilván ezek az élet szempontjából a legfontosabbak, de egy fiatal számára nem csak ez a lényeges egy városban, hanem az is nagyon lényeges, hogy mi az a szolgáltatási rendszer, mi az a millió, ami körbeveszi. Az, hogy világos, szép, tiszta, rendezett, ez egy alap dolog nyilván mindenkinél, de a szórakozási lehetőségeket is ugyanúgy keresik, a nagy fesztiválokat, a jó éttermeket, a különböző esti szórakozási lehetőségeket, a turisztikai desztinációt, itt mondjuk nyálunk ezt értve kint a Sóstót. Az, hogy mondjuk a kisgyerekeikkel hol mehetnek el, ugye van 101 játszótér Nyíregyházán, amelyeknek a nagy része felújított, rendezett, és olyan eszközökkel ellátott, amelyek biztonságosak is, tehát hogy az élet minősége milyen. A kutatások erre mennek rá, nyilván itt rengeteget kell fejlődni. Azért azt nem célszerű tudni, inkább azt mondom, hogy mi itt Közép-Európában igen nagy hátránnyal indulunk, nagyon sok mindenen is indultunk is, és ez a hátrányunk az azt gondolom, hogy a nyugatiak is fejlődnek, az körülbelül megmarad. Abból a tekintetből, hogy a városoknak milyen az a szférája, amely az életet jelenti. Nyilván Magyarországon belül is élesen elkülönülnek már évszázadok óta a nyugat-magyarországi városok és az azt körülbelül millió meg a Dunától keletre lévő városok. Most az utóbbi évtizedekben Nyíregyháza nagyon erősen fejlődött ebben a kérdésben, de azt is látni kell, pontosan amiatt, hogy az információ áramlás gyors, a munkaerő is gyorsan át tud települni, hogyha fiatalról van szó. Óriási verseny alakul ki a városok között abban is, hogy a fiatalokat megtartsa. Nyilván mi itt az új munkahelyteremtési programmal együtt teszünk egy nagy lépést, de ez egy sokkal komplexebb, átfogóbb kérdés annál, hogy legyen valakinek egy stabil, viszonylag jól fizetett munkahelye. Milyen rész eredményei vannak ez idáig ennek a törekvésnek?
Néven Nyíregyháza, amivel így fejlődik, és azért azt gondolom, hogy egy igen jelentős agglomerációs központ itt a megyében, sőt azt gondolom, hogy Kelet-Magyarországon is. Tehát a legjobb szám az, amely talán egy hónapon belül jött ki a statisztikai hivatalból, amely a megyejogú városoknak a népességét vizsgálja. Ugye ez köztudott. És abból egy dolog látszik, hogy Nyíregyházának a népesség száma csökkent a legkevesebb mértékben. Hiába vannak tőlünk erősebb, iparilag jobban kimunkált, vagy régóta nagyipari parkokkal rendelkező települések, az emberek mobilisak, mozognak, kimennek az agglomerációba, esetleg egy kicsit 20-30 kilométeres körzetbe, falvakba. Nyíregyházán viszont még mindig az látszik, hogy igen erős szívóhatása van a városnak. Nagyon sokan jönnek be a Nyíregyházától vett vidékről, már elnézést kérek, hogy így mondom, de a magyar szóhasználatban nem sok cizellált jobb megfelelő szó van erre. És Nyíregyháza stabil népesség szempontjából. Ez azt mutatja, hogy az a fejlesztési hullám, ami itt az elmúlt 10 évben minimum lejátszódott, annak van hatása az életminőségre, az életkörülményekre, és vonzó a város. Az, a város vonzósága pedig abban számít sokat, hogy most ugye jött már két külföldi cég is, már régóta itt van egy jelentősebb külföldi beruházókért, van egy erős magyar vállalkozói réteg is, azért ezt ne felejtsük el, itt a városban, vagy a város környékén, vagy a Vármegyében is, az egy fontos megtartó erő a fiatalok számára is. És ugye ez kapcsolódóan feltételezem a képzéseket, az oktatást is így kell igazítani. Hát nyilván, tehát ugye a modern emberi életnek az alapja nyilván a tudás. És a tudást azt teljesen a bölcsödétől kezdve, mondjuk egy egyetem technikum végig azért számítom, hogy mondjuk megvan a lexikális tudás, illetve megvannak azok a fejlődési fokozatok, amire egy kicsike kis palánta felnőtt emberré válhat, és új életet kezdhet önálló családban itt a városban. Nyilván azért kell egy jó pár év, amíg az ember a szakmáját azt gondolom, hogy teljesen kitanulja. Viszont az alapszituáció, hogy legyen erős egyeteme egy városnak, mert legyen erős egyetemei egy városnak, mert fontosak a kiművelt emberfők. De ezt én mindig is hangsúlyozom, hogy nem csak az kell ide, mert az élet akkor egészséges, hogyha minden szakmában, ami szükségeltetik egy városnak a működtetéséhez, megvan az a szakember gárda, amely jó, amely tud segíteni, amely, hogyha mondjuk nekem jó festő kell, vagy egy jó asztalos, egy jó ács, vagy bármiből, mesteremberekből kell egy jó, az itt a városban meglegyen. Ez pedig nyilván oktatásnak a kérdése, elhivatottság kérdése, szóval ez egy olyan alap dolog, az oktatási rendszer, amely nemcsak a jelent a jövőt nagy mértékben befolyásolja. Illetve fontos az is, ugyebár a fiatalok számára, hogy helyben családot alapítsanak, ehhez pedig például bölcsődék is kellenek ebben a programban, mik valósultak meg, milyen fejlesztések az utóbbi években. Hát, hogyha valaki figyel, akkor az óvodáinkat és a bölcsődéinket, mivel azt az önkormányzat kezeli és az önkormányzat működteti, azokat felújítottuk. Sőt, nem csak felújítottuk, hanem újokat is építünk. És most mondhatnák azt a kedves tényezők, hogy most demográfiai lejtmenet van, miért építünk bölcsödét. Hát azért, mert arra számítunk, hogy a közeljövőben Nyíregyházán még erősebb lesz a gyermekvállalási kedv. Ugye pontosan az ipartelepítési, munkahelytelepítési nagy akcióink és programunk miatt. Úgyhogy ezért építünk bölcsödéket, nem a belvárosban, hanem a belváros környékén, perem területeken, hogy az emberek, akik mondjuk Nyírszőlősben élnek, és ahol majd épül egy bölcsöde, vagy a Honvéd utcán, ahol meg fog újulni, az adjon lehetőséget az embereknek arra, hogy nem mindig a belvárosba kelljen hozni mindenkit, hanem a város különböző pontjai körülbelül egy azon életfeltételt, életminőséget adjanak, még akkor is, hogyha igazából az másabb típusú agglomerációnak a részei, mert ugye valahol emeletes házak vannak, valahol kertes házak vannak, tehát ez egy teljesen más életfeltételt mutat, és ennek is meg kell tudni felelni, úgyhogy a bölcsödétől indul
az ember el, amíg a tanulási folyamat beérik. Nyilvánvalóan nem szabad csak szűkletőkörön gondolkodni, hanem azt ki kell vetíteni minden oktatási intézményre, és a bölcsőde is egy oktatási intézmény. Ugye működik a városban egy bizonyos diákparlament. Ezzel a diákparlamenttel milyen a kapcsolata az önkormányzatnak, illetve mennyire tudják összeilleszteni a törekvéseket? Én tartom velük a kapcsolatot már hosszú évek óta, és ebből is látszik, hogy mennyire változik a kor, és hogy az ember, ahogy öregszik, mennyi diákpolgármesterrel gondolkozott. Én azt hiszem, hogy már legalább a harmadikat vagy a negyediket fagyasztom éppen idézőjelben, mert ugye a gyerekek megöregszenek, és elmennek az iskolákból, és elmennek dolgozni vagy egyetemre. Nagyon, nagyon jó a kapcsolat a Mustárházban. Lévő Kék Egyesület, a Dombóvári Gáborék nagyon sokat tesznek azért, hogy a gyerekeket megpróbálják bevonzani. Nem olyan régen voltak nálam egyébként, mindig be szoktak számolni, hogy mit csinálnak. Mennek különböző Erasmus programokra, ezt már említettem, de például júliusban most indítanak szemétszedési akciót, segítenek időseknek, sőt több szemétszedési akciót is indítanak. Azt hiszem, hogy az örömteli, hogy egyre több olyan fiatal van a középiskolákból, akik a Mustárházhoz csatlakoznak és közösségi programokon vesznek részt. Már ez is nagyon fontos, azt gondolom, hogy tinédzser korban, hogy a gyerekek megtalálják azokat a társaikat, akik a jóra biztatják őket legfőképpen, és segíteni azt gondolom, hogy elég jó dolog másokon. Ezért is csinálják ezt az idősegítést, majd meg kíváncsi is vagyok rá, hogy ez hogyan fog sikerülni. Úgyhogy nagyon jó velük a kapcsolat, mivel a érdeklődőek a fiatalok, tehát nagyon sok mindenre kíváncsiak, és sok mindent is szeretnének tenni, csak nyilván még mivel fiatalok, kell hozzájuk a felnőtt segítőkész, hogy a világban, ebben a világban, amiben élnek, abban azért el tudjanak boldogulni. De én látom, mivel nagyon sok rendezvényen vettem részt már az elmúlt 9 évben, hogy nagyon sok tehetség van azért itt a városban, tényleg mindenfajta területen. Tehát az ácsoktól, a cukrászoktól kezdve, a matematikusokig, vagy a nyelvzsenikig kezdve, nagyon sok olyan fiatal van, aki itt a szakmaversenyében országos első helyzetet, vagy első hármat, első ötöt ért el, ami azért azt gondolom, hogy igen magas nívó és kvalitást jelent. Úgyhogy erre is figyelni kell, azt gondolom, a tehetséggondozásra. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez elsősorban azt gondolom, hogy az iskoláknak a feladata, hogyha látják a gyerekeket, hogy tehetségesek valamivel, nem csak kiszűrni őket, hanem segíteni. És a kutatásoknak, a kettőnek, amiről beszéltem, itt a helyi egyeteminek és a nemzetközinek is, az egy konklúziója, hogy tehetségfejlesztő központokat kell létrehozni, amelyek kvázi rásegítenek arra, hogyha van egy tehetséges ember, aznak aludjon el, mert könnyű elkalódni, és egy olyan nem elsősorban anyagi, hanem szellemi felkészülési dolgot ad neki, amely a pályájának az elejéig végig tudja kísérni. Maradunk Nyíregyházán, ahol kedden egy 50 szobás, akár 200 fő befogadására is alkalmas munkásszállót adtak át. A létesítményre azért van szükség, mert az ipari beruházásoknak köszönhetően egyre több távolról érkező munkavállaló érkezik a városba. A munkásszálló az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt program keretében mintegy 1,5 milliárd forintból épült meg. Szállodai szintű szobák várják a munkavállalókat Nyíregyháza új munkásszállójában. A Tiszavasvári út mellett épült fel az 50 szobás, akár 200 fő befogadására alkalmas dolgozói apartman, amely a jövőben a távolabbról érkező dolgozók ideiglenes otthonául szolgálhat. A beruházást a debreceni székhelyű Xanga Ventures magántőke alapkezelő ZRT valósította meg. A jövőbeni befektetésekhez szükséges pénzügyi források hosszú távon történő biztosítása érdekében 2019-ben a Xanga csoport, az MFV csoporthoz tartozó MFV Invest, illetve a Nyíregyházi Önkormányzat közösen létrehoztuk a Nyíregyházi Iparfejlesztési Alapot, amely a Xanga Ventures magántőke alapkezelő által van menedzselve.
A Nyíregyházi Iparfejlesztési Alap kapcsolódva a Nyíregyháza gazdaságfejlesztési stratégiájához több jelentős beruházást készít elő és hajt végre, támogatva a városba a munkahelyteremtést, illetve a nemzetközi magas hozzáadott értéket előállító cégek betelepüléseit, gyorsítva a technológiai transferüket. A tervezett fejlesztéseink első elkészült projektje itt az a munkásszálló, itt Nyíregyházán a Tiszavasvári úton. Ezzel lehetővé téve a városba már betelepült, illetve a jövőbe betelepülő termelői szolgáltató vállalatok megnövekedett szállásigényeinek korszerű infrastruktúrális környezetbe történő kiszolgálását. Ez egy korszerű épület, energiatakarékos, minden szoba saját fürdőszobával rendelkezik, televízióval, klímával, hűtőszekrényen felszerelt. A fejlesztésnél nagyon fontos volt az, hogy környezettudatos a fejlesztés, ennek szellemében ugye a létesítmény energiatakarékos, hűtését hőszivattyús rendszer biztosítja. Tehát a figyelemben van véve az összes zöld és korszerű fejlesztési irány. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan úgy mennek el tovább tanulni, vagy úgy jönnek Nyíregyházára tanulni, hogy itt szeretnének letelepedni, itt tervezik a jövőjüket, a családalapítást is akár, és hát ez bemutatkozik a számokban is. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum hallgatóinak több mint 60%-a megyei, nem nyíregyházi, és a nyíregyházi nagyfoglalkoztató cégek dolgozóinak is az 50%-a nem nyíregyházi. Tehát innentől kezdve ezt lehet mondani megyei programnak is, nem csak Nyíregyházáról beszélünk. És hát említettem, hogy már eladtunk 100 hektárt, két befektetőnk van. A WScope dél-koreai cég, aki 1200 munkahelyet fog létesíteni, a Boysen, ez egy BMW beszállító német cég pedig 400-at. Ezek a munkahelyek 25-től fognak megnyílni, de már most gondolkoznunk kell azon, hogy ez a tendencia megmarad, tehát sokan jönnek a megyéből ide dolgozni, akkor hol fognak lakni? A lakhatás az önkormányzat számára is kiemelt feladat. 2018-ban indítottunk egy Nyíregyháza hazavár vagy visszavár programot, ami mindenkinek szól, nem csak a nyíregyházi lakcímkártyásoknak, aki Nyíregyházán tanult, és ott a kormánytámogatás mellett az önkormányzat további első lakáshoz jutóknak, fiatal házasoknak további támogatást nyújt, most már 5. éve. Mert egy fiatalnál a lakhatás és a munkahely a sorsdöntő kérdés. A munkásszálló építése kapcsán ugye 2017-től kezdődően indultak ilyen programok Magyarországon, most már 6 körben zajlott ez a fajta projekt. Ugye gyakorlatilag 61 munkásszálló megépítése vált lehetővé ez alatt a cirka 6 év alatt. Nagyságrendileg mintegy 8500 új férőhely jön létre Magyarországon. Azért nem mondom múlt időben, mert még vannak beruházások. 27, ez a 28. munkásszálló, amit átadunk, úgyhogy van még a betárazva a következő időszakban is folyamatban lévő beruházások. Ugye ismerjük azt, és ez nagyjából 24 milliárd forintot fed le. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez a negyedik átadás, munkásszálló átadás, még 2 van, ami a következő időszakban átadásra vár, és több mint 800 férőhelyet biztosít ez a összesen majd a 6 projekt. Miért van erre szükség? Ugye tudjuk nagyon jól, hogy Magyarországon a foglalkoztatásban, a munkanélküliségben óriási különbségek vannak kelet-nyugat között. Hál' Istennek az elmúlt 13 évben ez az olló szűkült, de még mindig potenciálisan, ugye itt most már Szabolcsban is 10% alatt vagyunk, a nyugati régióban pedig ilyen 1-2%, tehát ott már elfogyott a munkaerő gyakorlatilag. Itt még rendelkezésre áll, és hála a jó Istennek azt, amit hosszú évtizedek óta nem sikerült megvalósítani,
hogy olyan térségekben jöjjenek beruházások, ahol egyébként a munkáskéz rendelkezésre áll. No, ez most sikerült az elmúlt néhány évben. Ennek sok minden, a pandémiától kezdve a gazdasági válság, sok minden közrejátszott. Ugye a tőkének szeme van, ő szeret a lehető legközelebb érkezni, ahová csak lehet, és nem szeretne még több száz kilométert ugye utazni idézőjelben, meg az áruját utaztatni. Most olyan gazdasági helyzet van, és a kormányzatnak is elég egyértelmű, most már nem csak szándéka, hanem ténylegesen is, ugye szinte hetente jelentünk be újabb és újabb beruházásokat, ami a keleti régióba érkezik, Debrecen környékére, Miskolc környékére, Nyíregyháza környékére, tehát meggyőződésem, hogy Nyíregyházának is föl kell készülni arra, hogy a legnagyobb kihívás a következő időszakban a megfelelő munkáskéz megtalálása, a humán erőforrás megtalálása, mind szakmai szempont, nem csak mennyiségileg fogalmazzunk így, hanem minőségi szempontból is. Ebben ugye nekünk, mint a munkaügyi szervezetnek óriási feladata lesz, hogy azok, akik tudnak, akarnak és képesek dolgozni, azokat valóban segítsük munkához. Az új munkásszállót 50%-os állami támogatásból, összesen mintegy 1,5 milliárd forintból alakították ki Nyíregyházán. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn jelentkezünk. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!